Na sziasztok, én Hexarius vagyok, és ez a Medieval Dynasty nevezeti játék. Hát gondoltam, hogy így live-ba próbálom ki, egy nagyon picit mentem benne, és gondoltam, hogy akkor live-ba viszem tovább, de új játékot kezdek, hogy az elejét is lássátok. Hát akkor nézzük is, ugye ez még egy Early Access játék, de viszont meglepően jó. Várjunk, egyelőre nincs hang. Wait a minute. Lehet, hogy véletlenül lehalkítottam. Egy pillanat. Kiderítjük. Hát igen, Early Access, úgyhogy szerintem egy újraindítást bejátszunk. Gyorsan, gyorsan. Szia, Atti! Ennek már itt kéne hangjának lenni. Valamit valahol elállítottam. Ja, várjunk a settingsbe. Emlékszek a settings... Aha. Na most. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. Jó, volt a családban az idősebb fiú. Ilyen sima, egyszerű paraszt életet élt. Then, the és ugye minden tál tele volt, ugye, hogy azért volt ennivalójuk, de aztán jött a háború. És egy éjszaka leforgás alatt mindent elvesztett. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. Jó, és akkor ugye az apja mondta, hogy menjen, fusson el. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start. És akkor ugye elindult egy új életet élni. És lehet kicsit hangos, ugye halkítok rajta. Szia, Dóri! Nézzük akkor ezt a gémet. Mondom, egy nagyon picit ugye belenéztem. Még a délután folyamán. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor nem játszok tovább egyedül, hanem akkor így este megnézzük. Oké, reméljük, hogy minden faszán megy. És egyébként ugye, hogyha valaki ismeri a Kingdom Come Deliverance, annak azért ilyen ismerős lehet, mert azért eléggé arra hajaz, de nem a küldetések meg a ilyenek, hanem így a környezet, meg az inventory, meg ilyesmi. Hát ugye ez egy survival játék, de nem az lesz, hogy most így nagyba harcolgatni kell, hanem ugye ez inkább ilyen építgetős dolog lesz, meg ugye lehet emberénk, meg ilyesmi. És enni, inni, meg hasonló dolgokat kell csinálni. És ugye elvileg van benne évszakváltás. Egyelőre a térkép az ekkora, ami nem tűnhet nagynak, de amúgy viszont szerintem így elég nagy, főleg ahhoz képest, hogy alfa a játék. Hát akkor irány Gostovia, szépen sétálva, látszik a testünk is, azért tudunk ütögetni, mert azért lesznek ugye vadak. Remélem a játék az elég hangos, még egy kicsit azért hangosítok rajta, mert úgyse lesznek benne ilyen nagy ordiválások, meg robbanások, meg ilyesmi. Amúgy ismeritek ezt a játékot?
És ahhoz képest egyébként tényleg, hogy alfa a játék, a terep kidolgozás az tényleg nagyon szép. Ilyen, tényleg ilyen természetes hatást kelt. Gárnyékunk is van. Tipegünk tovább. És ugye azért egy RPG elem is húzódik a játékba, szóval mindenféle részben lehet fejlődni. Nem? De most már meg fogom ismerni. Igen, igen. Ugye ez tényleg egy ilyen... építeni kell egy házat, akkor letenni ilyen csapdákat, hogy ilyen nyulakat fogjunk, meg elmenni vadászni, meg ilyenek. Vannak itt ilyen kölkök, van ilyen mini. És ugye azt hiszem, hogy, ja igen, Talemir, mindegyiknek ugye megvan a neve. És ilyen mindegyikkel ugye lehet beszélni egyébként. Ez egy ilyen nagyon pici falucska. Kide jövünk ez az öregasszonynak kinéző valakihez. És akkor itt ki is írja, hogy 57 éves, ez az approval, gondolom, hogy milyen viszonyban van velünk. Lehetne mindenfélét beszélni. Akkor menjünk a küldetés vele. Amit mutat fönn. És ugye elvileg ugye vannak benne évszakok. És ugye így fel kell készülni a térre, mert akkor hideg van, fázik a karakterünk, bár ebben nem vagyok biztos. Kívánságlistás nálam a játék? Igen, Ati? Akkor itt betoppanunk. Ez valami kis kajáda lehet. Oké, okay, 55 éves csávó. Mi a helyzet idegen? Mi hozott erre a kis völgyre? Nem úgy nézek ki, mint egy árus. Egy pilgrim, az nem tudom mi. Nem vagyok az. Rasimir a nevem. Délre jöttem ide. Jordant, a bácsikámat, vagy kit keresni. Ő egy ilyen hajós a neve, vagy mi? Jordan a hajós. Vagy a Jordan a Raftman? Az valami hajós, nem? A csónakos? Jordan, á, igen. Hogy egyszer mondta neki, hogy a folyó az élete. Jó helyre jöttél. Egy pár évvel elkéstél vagy. Miért? Mi történt a bácsikámmal? Ő egy nagyszerű ember volt, vagy ő egy nagyszerű ember. Jobb, mint egy barát. Egy jó ilyen craftman, és craftman, az nem tudom most így hirtelen mi. Jobban tudok így az ilyeneket angolul megszoktam. Hát az ilyen barkácsoló ember. És egy kiváló ilyen trader. Oké, okay, azt mondja, hogy építenünk kell valamit. Jó, és akkor mondja, hogy itt jó élet van éjszakon. Hogy elvileg meghalt ugye a bácsikánk, hogy banditák lemészárolták. Mert két embert magával vitt a halálba. Saját magam temettem el. Jobb, mint hogyha a farkasoknak ott hagyta volna. De sajnálja, hogy ugye ilyen híreket tud mondani. Jó, és akkor, hogy hát a, mondjuk neki, hogy hát a bácsikánk az halott. Az itten életmód az ugye nem valami jó.
úgyhogy semmiért jöttem ide. Ne mondja ilyet. Jó, és akkor, hogy meg szeretnénk kovácsolni, meg szeretnénk építeni a saját szerencsénk. És akkor, hogy egyszerű dolgokat tudok, egyszerű ilyen munkaeszközöket tudok kezelni. Pár dolgot ugye össze tudok szedni a vadonból. Tudom, hogy kell üzletelni. Ez teljesen elég ide, blablabla. Jó, itt nem sok mindent lehet eladni, építs egy házat, növesz ilyen, vagy termelj ilyen zöldségeket, tarts ilyen állatokat, és kövessük a nagyapánk álmát. Komolyan mondod, az én földem? Jó, és akkor mondjon nekünk egy pár tanácsot kezdésnek. Vágjunk ki pár fát, építsünk egy házat. Ilyen nád nő a folyó mellett, ez teljesen jó lesz tetőnek. Van kajád? Hát nem sok. Oké, talán egy csomó árust, vagy egy pár árust itt a faluba. Hogyha nincs elég pénzem vásárolni, akkor próbálja gombákat keresni, vagy vadászni állatokra. Hogy tudok pénzt keresni? Vagy tudok pénzt keresni? Persze, beszélj emberekkel, vagy a más falubaliekkel. Valaki biztos fizetni fog a segítségedért. Oké. Ad nekünk egy kalapácsot, egy építő kalapácsot, amivel tudunk építeni egy házikót. Oké, itt ugye megmutatja az alap dolgokat, és akkor lényegében kapunk ugye egy craft menüt. Az alap dolgokat ugye majd le tudjuk craftolni, azt mondja kapunk egy ilyen building menüt. Itt ilyen csoportokra van osztva, itt olyan házak van, ilyen kicsi, van ilyen picit jobb ház, meg van ilyen nagyobb ház. Akkor resources, na mindegy, szépen sorba megyünk. Most megkaptuk ugye az első chapter 1, a new beginning, és a new beginning, egy új kezdet. Úgyhogy igazából kaptunk egy kalapácsot és egy egyszerű fákját, azt mi nem tudjuk a kezünkbe venni. Ezt valahogy máshova kell? Equip. Ah. Oké. Okay. Jó, hát akkor nézzük, hogy hogyan lehet, mert azt mondja, hogy vágjak fát. Azt mondja, hogy ahhoz kell nekem ilyen fadarab és 2 darab kő. Azt mondja, a fát ugye alapból úgy tudunk, hogy ilyen kis facsemetéket kiszedünk, ebből tudunk ugye gyűjteni fát. Oké, meg is van. 2 darab kő kell. Azt ilyen szépen sétálva keresünk. Nagyon el vannak a bolyva. Egyébként hogy vagytok? Meséljetek valami. Hogy telt a hétvége? Mind játszottatok, hogyha játszottatok valami. Na és akkor meg is craftoljuk az első kő baltánkat, ami itt leledzik, és berakjuk a 2-est. És ugye vannak egyébként ugye skillek, van ugye ilyen bányászós dologba tudunk fejlődni, vadászatba tudunk fejlődni, ilyen farming cuccba tudunk fejlődni, diplomáciába tudunk fejlődni, túlélésbe tudunk fejlődni, és ilyen kovács, vagy ilyen barkácsolásba tudunk fejlődni. És akkor ugye majd itt lesz a management, hogyha lesz nekünk embereink, meg falunk, ugye fel kell építenünk egy falut, vagy fel tudunk építeni egy falut, és akkor itt van, hogy mennyi, hány évesek, milyen hangulatban vannak,
van-e valami képe, van valami ilyen speckó cucc, mint például ugye fabágó vagy vadász. Itt vannak a skilljei az embereinknek majd. Ezek szépen majd ugye itt fogja mutatni, hogy melyik házunk hol van, és hogy miket hol találunk. Ugye van technology. Aha, itt tudunk, szóval akkor az nem az összes épület, gondolom én. Aha, az nem az összes épület, amit ott tudunk fejleszteni, vagyis csinálni, hanem majd még tudunk itt fejlődni. Oké, okay, oké. Okay. Na de hát akkor nézzük azt a favágást. Azt mondja, hogy 5 fát vágjunk ki. Ebbe. De jön a fa! Oké. Okay. Na még egyre súlyintunk rá. Csak ugye nagy logok lesznek belőle, ebből azért többet is elbírunk. Tudunk ugye vizet inni, meg majd ugye kell ilyen kulacsot csinálnunk. Jó, egyet kivágtunk. És akkor én leteszem az alapot a háznak. Majd ilyet, ja nincs elég idő, még logot kell, ilyen nagy farönköt szerválni. Befejeztük itt van a melót, szóval most, vissza. Voltam lovagolni szőrén, voltam végig, segítettem a szakítást. Ajha, akkor jó, hát végül is jó volt akkor, mert az egyik az kikapcsolódás volt teljesen, a másik azért az keményebb volt, de viszont akkor segítettél legalább. Nice, nice. Azt mondja, befejeztük itt a melót, szóval most még itt van. Szóval most meg vagyok halva, de legalább vége. Nice. Oké, okay, közben akkor itt építünk egy... Valami jó kis... Várjunk először, nézzünk ki valami jó kis helyet. Mert ugye annyira közel a faluhoz nem lehet. Mondjuk itt az út mellett, azért itt az erdőnél. Nyáron hűvös van. Itt lesz a mi helyünk. Ha ide tudunk építeni. Így. Hopp. És akkor megcsináljuk az alapot. És akkor úgy van, hogy elő kell venni ugye ezt a kalapácsot. És így ha ránézünk egy adott oldalra, ott ugye jelzi, hogy mi kell hozzá, plusz ugye tudtunk, hogy ablak legyen például ezen, ajtó legyen pluszba, és akkor, várjunk csak, meg itt alapból, ahogy látom, ugye itt, csak így meg kell ütögetni, akkor itt lesz egy ablakunk, itt meg ugye az ajtó rész. Itt van csak a lakást, újítottuk fel kicsit. Neked hogy telt a hétvége nekem? Hát, el voltam. Mondjuk kicsit ilyen... fene tudja. Szóval annyira nem éreztem a dolgokat, maradjunk annyiba. Várjunk is, nem a környező fákat vágom ki, mert ez amúgy tök jól néz ki. Hanem mondjuk azt a nagyot kivágom. De amúgy semmi problém nem volt. Kivágjuk ezt a nagy. A maple az milyen fa? Ezeket sose jegyzem meg amúgy, pedig már csomó ilyen játékba csapattam. Meg ugye stickkel majd nekem. Lehet, hogy nem is ilyen, hanem... Várjunk vajon, hogyha tovább vágom a logot. Kidobok egyet. Akkor ebből ne guruljam. Nézd meg, elgurul. Állj meg fa! Ezt nem tudom tovább vágni, hogy izé legyen. Ezt nem. Akkor szedek ilyen
facsemetét. De a szombati napot azt a barátokkal töltöttük. Kell is a jó kis kikapcsolódáshoz. Oké, az ajtó már megvan. Azt mondja... Még logot kell majd szereznünk. Aha. Mert ezekből a fenyőkből vágunk ki egy kicsit. Ide valamit eltemettek. Amúgy nagyon jól ki van dolgozva egyébként a pálya rész. Mert lehet, hogy nem is eltemettek, hanem lehet, hogy valami állatcsit. Ó, clay deposit. Aha, agyag. Agyag van ott. Nagyon szép pályának a kidolgozása, nem ilyen... Nem úgy tűnik, hogy na most lerakták, aztán jó van. Hanem ilyen tök szépen. A izébe is ezt tetszett egyébként, a Kingdom Come Deliverance-ba is, hogy az ilyen nagyon apróságokra figyeltek, hogy ilyen letöredezett galjak, mint például itt is, ezeket pont föl is tudom szedni. Meg abba például ugye rengeteg olyan volt, hogy ilyen az állatok hagytak nyomot ugye a sárba, és akkor úgy tudtad, hogy mit tudom, van disznó van a közelben, meg ilyenek. Mert egyszer lehet, hogy arra is visszanézek, mert azzal sem játszottam sokat. Oké. Még szerintem még egyet kivágok. Ó, aztán ott baloldalt jelzi ugye a kék. Csík, hogy hát nem sokára innom. Hopp, ez fennakadt, nem baj. Ezeket a sok logot elviszik a házhoz. Mert meg akarom csinálni a házat, még mielőtt beesteledik, mert fogalmam sincs, hogy mi van olyankor ebben a játékban. Jó, hát valószínűleg nem jönnek a zombik meg ilyenek, de... food! Oké, szóval oké. Lassan kell szerezben élelmet. Oké. Hoppá, nincsen még. Még szereznem kell galjakat. De van itt minden. Jó. A ház oldala az már megvan. Szóval a tetejéhez kell a logokat berakom. Oda az a stick az meg is van. Majd oda kell még. Ja, még kell egy pár dolog. Lemegyünk a folyóra, mert szomjas az emberünk. És látom, most nagyon megy le a nap. Nem sokára sötét lesz. És akkor közben meg szedünk. Ott szembe is van egy falu. Hopp, most megállt a játék. Remélem nem fagyott ki. Ne, kifagyott a játék. Fene enné meg. Pillanat. Na most vajon mentette a játék? De ezt kíváncsi vagyok. Remélem, hogy elmentette, nem kell elő... Jó, mondjuk az elejét azt át tudjuk ugorni. És megint lehalkította magát a játék. Hát jó, még alfa verzióban van.
maga a game. Oké, köszi, hogy benéztél, ciao ciao, jó pihenést. Ó, nem. Load game? Nincsen load game. Hát akkor új játékot kell, a fenébe. A fenébe. Ezt eltekerjük. Azt nem tudom, hogy külön van mentési opció. Doritoszt oda dobtál a csetre. Oké, akkor majd tudunk menteni. Akkor az lesz, hogy minden egyes percben menteni fogunk. Hogyha megint kikressen, akkor... Ez fura amúgy, hogy nincs ilyen autószéve a játékban. Nem baj, lekocogunk a csávóhoz. Mondjuk a kajálással itt fura lesz, mert azért gombákat nem akarok. Minél előbb kell egy olyan dolgot csinálnunk, ami szerintem egy... Hát, még hogyha az elején ilyen íjat nem is csinálunk. Várjunk, hát itt ez mi? Ez még nem jó. Ezzel meg nem tudunk csinálni semmit. Ó, tudnánk venni 2000 ér egy kacsát. Oké. Most máshol van az emberke. Hát ezek is ugye mászkálnak össze-vissza. Te vagy az emberem, nem? Az volt a neve Dagobert. Ezeket eltekerjük. Itt már mentünk is egyet. És szerintem ugye azzal leteszem a házat. Annyi, hogy lehet, hogy előbb már... megnézem itt a vizes dolgokat. Bár mondjuk azt utána, mert úgyis kifáradom majd. Gyorsan szedünk ilyen cuccot. Nekem amúgy az egyetlen ilyen középkoros játék az, amivel nagyon sokat el voltam, az még ugye a... Az még a Warband volt, ugye a Mountain Blade. A Sheaizéval, nem tudom, olyan 30 órát ölhettem bele a Kingdom Come-ba. Azt hiszem, de lehet egy kicsit kevesebbet, nem tudom. Valahogy hosszú ideig amúgy sose tudtak lekötni, de nem tudom, hogy miért. Még az is amúgy egy jó játék volt, és azért elvittem benne egy darabig. Keresünk követ. Abban mondjuk nagyon jó volt a... És minden ilyen... Nem ilyen egyszerűen volt megcsinálva, az viszont tetszett abban a játékban. Az alkimizmus is nagyon érdekesen volt megcsinálva. Meg a főzés is, ott is ugye mindent lehetett kombinálni mindennel. Jó, lehet, hogy lejjebb lesznek a kövek. Az út mellett inkább. Meg lehet. Meg egy követ sem, várjunk, az visszafelé láttam. Még az elején, lehet, hogy most is úgy lesz, hogy ott vannak a kövek. Vagy csak én nem veszem most észre szerintem. Visszakocogunk oda. Ami az alapja teljesen jó ennek a játék.
Látszik, hogy odafigyeltek rá. Ott van egy kő. Elbújnak a kövek. Ezt tudunk is csinálni. Egy kőbaltát. Várjunk a többihez. Többi cucchoz mi kell? Log. Egy log kell az énhoz. Udánhan már a kettes, ezt meg elképpeljük. Hát lehet, hogy egy wooden log kell csak a tárdához. Azzal meg lehet, hogy már valamit tudunk kezdeni. Oké. Ja. Tűzifa, kappa. Csinálunk egy ilyen dárdát. Vagy ilyen, nem tudom, az, hát dárda, dárdának hívom. Aha, el is lehet majd dobni. Akkor ezzel megyünk majd vadászni. Lehet, hogy többet kéne majd csinálni. Csinálunk egy párat, mert ha egyszer mellé dobok, akkor utána még nekem jöhet a vaddisznó. A disznaj. Oké, és akkor csinálunk. Hát ugyanott jó lesz amúgy, nem? Hogy láttok jobb helyet? A kis háznak, hogy ott. Hogy folyó mellé. Ezt nem tudom, hogy van-e benne. Tényleg van benne horgászat? Nem ez van. Nem management, skill. Aha, van benne horgászat. Kis folyó melletti. Hopp, meg is isszuk a dolgokat. És arrébb van a mád. Jó az ott szerinted? Akkor itt összeszedjük még a nádat. Azt hiszem ez nád. Nem, ez nem nád. Gyere így. Mert ezek nem ilyen nádtetős hál. Amit most ugye csinálni akarok, a fene tudja. Annyira nem értek ezekhez ám. Jó, és így már biztos, hogy elég. És akkor ott közben még, opa. Amikor kivágunk egy pár fát. Dől a fa! Oké. Még jó, hogy ilyen Schwarzeneggerek vagyunk amúgy. Még ezt is kivágjuk. Oké. Még nem is tudom amúgy, hogy van-e ilyen fajta játék, amiben nem ilyen bugyutaságok vannak, hanem tényleg ilyen nehezek vagyunk, nem baj, ezt elvisszük. Hanem ami ilyen kicsit ilyen reális és középkorba lévő, ilyen survival játék. Mert ugye oké, hogy volt már nem is tudom annak a nevén, de az is a Reign of Kings, meg ezek, de ugye abban mindenféle baromság van. Hanem ami ilyen realisztikus, nem is nagyon emlékszek, hogy tényleg lett volna. És akkor ide leépítjük a kis házat, és elmentjük a játékot, és esetleg megint kikresselne a game. Akkor remélhetőleg elmenti. Oké.
Egy 8-10 lók simán elfér a nadrág zsebében. Igen, meg is nézem mennyi van. Csak 3 van nálam. What? Lehet, hogy kellett a alaphoz is. Aha, még ahhoz kellett 6. 9. Ilyen nagy deszk, vagy ilyen gerenda, ami az volt nálam. Ja, hát ez a része nem realisztikus, de... Valamikor az se jó, hogyha az túlzásban van víve, ugye? Jó, de bele ölöm a stickeket, és akkor már csak egy-egy logot kell az oldalába tenni. Jó, kicsit pihenünk, mert kifulladt az emberünk. Ja, de jó lesz ez a hely. Oké. Legalább a kis fadarabok is, ugye a stickek is fogynak. Mondom, az is azért súly. Oké. Nagyon jó. Bele csapatjuk a nádat is. És akkor még logot kell szerezni majd meg. Meg sticket. Ó, ez pont ki is jön a nád. És akkor megyünk még, na még azt a 3-at kivágjuk. És akkor majd lassan el kell menni vadászni egyébként. Ha felépítettük a házat szerintem. Mert lassan a felénél lesz. Ugye bal oldalt lenne az a... Hát ilyen sárgás, barnás szín. Ilyen bézs szín. Az az egy, ami egyelőre... Fontos lehet, mert vizet ugye elég könnyen tudunk onnan iszogatni. Jó. Hol jelzi azt, hogy mennyi súly van nálunk? Itt. Még 30,75 és 35-öt bírunk el. 18 éves emberünk van. És akkor ebben amúgy öregszik a karakter. Oké, nagy favágók leszünk itt a végén. Csüt. Na. Csüt. Oké. Ebbe kéne belerakniuk amúgy egy multiplayert, majd. Gondolom, gondolkoztak rajta. Ebbe menő lenne. Ide egy logot. Ide egy logot. Ezek itt megvannak. Ide, ide. Oké. Oda mi kell? Oda is lop kell. Akkor még vágunk fát innen, elmentjük a játékba. Remélem crash-el is korozok nem vesznek el. Ja, a környezőben lévő fákat azokat ott meghagyom. Akkor inkább innen vágok, de nem akarok teljesen kipusztítani mindent. Oké. Beszippantjuk a logokat. Bár mondjuk ezek valószínűleg visszanőnek, nem? És hát gondolom, hogy plérek zaklatják a fejleszet, hogy rakjon bele kópot. És ugye azt hiszem, hogy Unreal Engine a saját ég, ugye? Mondjuk abban annyira nem nehéz belerakni.
Úgyhogy azért egy idő után csak. Ide. Oké. Okay. És kész a házom. Ó! Dupla ágy, kicsi ágy. Tudunk majd főzni. Jó, itt van egy chestünk. Van nálunk egy arma, szárított hús. Hát mi a fene? Hát benyomjuk a izét. Ó, hogy ebből 20 darab van. Aha, itt van az éjség. Ja, akkor azért figyel, az almát megesszük, mert azt szerintem az lehet, hogy megrohan. Azt bebúrjuk. Az nice. El is mentjük itt a játékot. Azt mondja, állítsunk ilyen csapdát, nyúl csapdát, csináljunk egy kést. Kő kell hozzá. Oké. Okay. Nem lehet a googolás betenni olyan izéban, hogy ne kelljen rajta tartani a gombot. Kétfajta googolás van, az oké. Okay. Nem. Mindegy. Kés. Mennyi izé kell hozzá? Meg is van. Oké. Okay. Már mondjuk szerintem ez a kőkés, ez inkább ilyen nyúzáshoz, meg ilyesmikhez lesz jó. És azt mondja, hogy telepítsünk egy csapdát. Ami szerintem az Adder-nél lesz a Traps. És... Rabbit Trap, meg is tudjuk csinálni. Hát hagyjad is. Na várjunk csak a nyulak. Csinálunk egyet ide. Az agyag cucc mellé. Így né. Ide. Hopp! Na csinálunk többet, mert... Hú, kerítés majd. Várjunk csak, mit írt ki? Trap limit exceeded. Aha, és akkor ezért kell majd fejlődni, hogy több csapdát is le tudjak majd rakni, gondolom én. És akkor így azt mondja, hogy menjünk vadászni. Oké. Okay. Fölmegyünk a hegyekbe vagyunk. Mondjuk onnan jöttünk kb. Arra ott egy állatot se láttam. Mondjuk vajon azok hogyan vannak megcsinálva benne? Amúgy azt ki tetszik eddig a játék. Ó! Ott van! Sok survival játéknál már így az elején azt érzem, hogy ilyen... Hogy nincs értelme, hogy én most így vágjak fát, meg ilyenek. De ennél most itt tök jó. Bár mondjuk szerintem az újdonság miatt. Na vajon azt innen... Mennyire kell fölé célozni? Na menj el! Na bassza meg. Nézzenek oda. Állj meg! Nem csak Google-val megyünk. De nem baj, eltaláltam egyszer. Olyan elvérzik. De megijedtem. Azt mondja... Poci 2018-nak köszönöm a követést. Üdv közöttünk. Majd nekem is ki kéne találni ilyen hülye nevet mi. Ugye a követőimre, bár mondjuk nem tudom, hogy oppá, ott van. Hopp! Na bassza meg!
És megijed a izétől, hogyha mellé dobom. A hangtól. Ó, ott nagyon jó helyen van. Nem tudom mennyire hallhat. Azt se tudom, hogy ez a dárda. Ez lehet, hogy eltörik egy idő után, például most, mert nem találom, hogy hol van. Szia-szia, mi újság? Gondoltam, kipróbálom chillesen ezt a játékot. Hopp! Na bassza meg, mellé ment ő is. Még meg tudnám böködni is, de szerintem előbb elszaladna. Ott van, azaz. Ez az! Megvan! Megvan! Oké. Kezelgetjük. Feldolgoztuk? Ja igen, ledört, meg nyitet kaptam. Nagyon jó. És akkor, hát most ugye annyi a chapter, vagyis a küldetés, hogy túl kell élnünk egy ilyen évszakot. Ugye most úgy van, hogy első év, és akkor tavasz van. 18,8 fok, akkor tuti, hogy fázni fogunk. És majd sötétedik, elmegyünk vízér. És akkor nekünk van ugye, vagy nincsen water skin? Nincsen water. Viszont most lehet, hogy tudnánk craftolni. Simple sack. Ó, ez egy hátizsák. A hátizsákat azt megcsináljuk. Kis batyut a hátunkra. Szerintem. Oké. Fölvettük? 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 Ja. Hova lett a Stone X, és akkor a Wooden Spira 3-asra. De várjunk, ez mit tud? Aha, ja, hogy lényegében tudjuk tárolni a dolgokat. Ja, hogy ezt itt le tudnánk tenni majd kis házikunkban, oké. Okay. Most megnézzük, hogy hogyan tudunk. Lemegyünk vizér, hogy hogyan tudjuk begyújtani a tüzet estére. Ez tényleg egész jó kis game. Így elsőre. Azt mondja, évszakok és alvás. Ugye 4 évszak van, de nem baj, mert most jön majd a nyár. Szerencsénkre, ugye nem az van, hogy a télre kell felkészülni egyben. Azt mondja, a season-ök 3 naponta változnak. Akkor. Oké. Okay. És akkor ugye ahhoz képest változik ugye a termés meg a fa dolog az erdőkben. Különböző hőmérséklet van a évszakokban, úgyhogy majd fel kell készülni ugye ruha ügyileg. És akkor hogy ugye aludnunk kell majd. A tűz mellett ugye vissza gyógyulunk. Oké, okay, nice. Eddig azt mondom, hogy egy nice. Most lement a nap, és ilyen 130 FPS-en lett. Ugye nincsenek árnyékok. Lemegyünk, iszunk egyet a folyóba. Megnézzük, hogy fogott-e a nyúlcsapda nyulat. És akkor estére elkezdünk, hogy sütkérezni, hogyha tudunk.
Mondjuk ugye van fákjánk. Hát, még a spearünk is bírja. És lehet, hogy majd ide kintre is kéne egy ilyen tábortűz, hogy esetleg messziről lássuk. Ó, hogy ez ennyi? Nem tudom megsütni a... Nem tudom simán megsütni a húst. De nem baj, az legalább meleg. Mi kell a répa, meg ilyenek? Várjunk csak... Ja, megnézzük a izét, majdnem elfelejtettem. Azt jelzi egyébként a térkép, azt nem jelzi. Tehát lehet fölvenni majd küldetéseket elvileg. Nyolcsapda. Hopp, le van eresztve, le van eresztve. Jeee, sikeres volt. ...63%, szóval még olyan... Hát még kettőször tudom, az is használni kell. Eddig hogy tetszik nektek amúgy a játék? Szerintem elég meggyőző amúgy. És ugye, ha jól tudom, amúgy nem valami ismert emberkék, de azt hiszem ők is lengyelek. Ha jól tudom, mentünk ennyien. Bemegyünk a faluba. Körbenézzük, megnézzük, hogy esetleg valamit el tudunk-e a... Mondjuk egy ledört. Mondjuk van 50 pénzünk, úgyhogy próba szerencse. Azt nem tudom, hogy mondjuk lehet-e inni. Egy ilyen melós nap után egy kupa mézsört becsapni, vagy nem tudom, itt az olcsóbb helyeken. Oké, itt a nő ül, ettől lehet valamit venni. De bemegyünk a kocsmába szerintem, hogyha ez egy kocsma. Oké, inkább kim vannak a friss levegőn, lehet, hogy valaki. A tűzre klikk, és ott meg tudod szitni a húst. Ja, igen? Ja, és akkor nem a cauldronra, a lábas, vagy nem lábas, hanem mire. Oh, hello. Arra kattintottam. Köszi, majd mindjárt visszamegyek, azt akkor megsütjük. Azt mondja, nézzük meg, hogy mit ad. Baszki. Van ám nála cucc? Ledört az mennyiért? Price 2. Az nem tudom, nem valami sok. Van egy kis időd. Jó, egyelőre most a beszélgetésekben nem megyünk bele. Főleg az öreg nőkkel nem beszélgetünk. Várjunk, visszamegyek, akkor megnézem azt a... Várj, akkor lehet, hogy itt is meg tudom sütni. Nem, itt nem tudom megsütni. Visszamegyünk, megsütjük a húsunkat. Az lesz a vacsoránk. És akkor nem, mégsem szárított. Ó, azt mondja... Diplomacy. Oké. Skillünk ugye az még nem nőtt semmiből, mert azt mutatta volna. Visszamegyünk, megsütjük a húst. Még lehet, hogy akkor a lightningot lejjebb veszük. Gondolom az az effekt. Meg a hoppá, a shadow-t csak lóra lehet levenni, arra nem beszéltem. Hogy nappal azért ne... Nem azt mondtam, hogy játszhatatlan vagy ilyesmi. Bár mondjuk ennél úgy se számít, hogyha kicsit így leesik az FPS, úgyhogy marad hájon. Hú, ez mondjuk elég feelingesen néz ki. Nice. Megsütjük a húst. Oké.
Roston zsült hús. Na és akkor így meg is lesz a vacsora. Köszi a tippet, meg az infót. Ez menő amúgy, hogy így lehet, mert akkor így, ha valamerre mász kell az ember, lerak egy tábort, ez gyorsan megsüti a dolgokat. És akkor megeszünk egy ilyen húst. Oké, okay. És akkor lefekszünk. Hát a nagy ágyban, miért a nagy ágyban? Oké. Okay. Gyorsan végig aludtuk. Új nap írott. Verőfényes napsütés, mondhatnánk. Jó, az még áll. Oké. Okay. Nézzük, hogy mit tudunk még építeni. Ez még nincsen. Akkor még tudnánk még egyet amúgy. Várjunk, nem. Nem is építkezünk. Most megyünk be a faluba. Megnézzük, hogy milyen küldetéseket adnak. Van kettő felkiáltójel, hogy velük mit lehet kezdeni. De még lemegyünk a folyóhoz. Iszunk egyet, megmossuk az arcunkat. És úgy megyünk be a faluba. Mondjuk majd kell valami ruha, mert eső. Jó, mondjuk ez kis falu. Erről van szó. Ja, tényleg szép munkát végeztek a srácok. Nem tudom mennyien csinálták, majd utána nézek meg, hogy csináltak-e előtte játékot. Mert csak gyorsan ugye letöltöttem. Aztán mondom délután ugye belekukkantottam, éppen addig jutottam, hogy ugye a háznak az alapját így leraktam. Azt akkor döntöttem úgy, hogy majd holnap lesz a Get Even-nek a folytatása YouTube-on. És akkor ma este meg ebbe csapatunk egy pár órán. Na megyek, tudom én is tovább a játékot, sok sikert. Oké, köszi neked is. Köszi, hogy itt voltál. Mennyi volt a játék? Szóval most nem tudom mennyi a játék. Meg valaki, nézze már meg, legyen szíves. Hol van itt a... akit keresek? Aha, ott van. Várjunk, beszélünk Alvinnal. Mekkora tehén. Alvin? Halló? De nem teljes áru játék, azt tudom. Köszönünk neki, azt mondja... Megkérdezi, hogy újak vagyunk itt? Igen, délről jöttünk. Új életet kezdeni. Sok szerencsét. Oké. És akkor... Alvin's Story, New Quest. Journal. Ja, várjunk csak, hogy itt... Aha! Unindeg... Unin... Tart Unindex. Aha! Track Quest. Szerezni kell neki... egy kis fadarabokat. Vagy volt alapból is egy side questünk. Ezt tetszik, hogy nem csak az üres mapra vagyunk letéve. New level, survival szint. Ugye a fát szedtem, és akkor a survival... És akkor úgy van, hogy ezek az alap a survival-en belül, azt mondja, van ez, ami... plusz egy skill points from survival activities. Kettő Celsius fokkal jobban bírom a hőséget. Vagy 15%-kal nagyobb az ellenállás a méreg ellen, gondolom a gombákból. Hát egyelőre ez tűnik jónak. Nice. T
10%-a több erő, vagy energiát ad, és vagyis látjuk ugye azzal a képességünkkel a gombákat, az ilyen mindenféle növényeket és tollakat. Az lesz majd a következő. Várjunk, szedünk, mennyi kell neki? Ja, egyet kell neki adni, és 21-ünk van. Ja, mert hogy valamit mondott, hogy eltörött a kaszája, vagy? És nem tud csinálni semmit. Hé, te, Alvin! Itt van. Ja, mert hogy oda akartuk neki adni a sima botot, és akkor mondja, hogy hát most te viccelsz? Szerintem, de hát én nem tudom megcsinálni. Hát majd mi megcsináljuk neki a kaszáját. Gondolom én. Jó, és akkor van ez a másik quest. Ezzel egyelőre az van, hogy várjunk a következő napig. Azt mondja... Nem ez. Trekkeljük ezt. Beszélünk a csávóval, aki az először jöttünk. Szerintem ilyen 20 euró körüli a játék, vagy alacsonyabb az ára, amennyire emlékszek. Itt van a... szerintem ez egy kocsma. Engedj be! Valaki ki akar jönni, nem engedj be, mocskos állat. Oké. Nem tudunk leülni, nem baj. Jó, megcsináltuk a saját házunkat, nem éhezünk. Elkezdtünk beszélgetni emberekkel. Ó, nagyon jó. Azt mondja, hogy... Oké. Valami vadásszal kell beszélni. Hú, az jó messze van. Ó, hát az ott van. Oké, elmegyünk beszélni. Hát végül is kajánk van. Vízünk nincsen, de ott... Hát, abból mondjuk nem tudom, hogy tudunk-e inni. Azt szerintem ilyen mocsár lesz. De ebből szerintem tudunk inni. Meg megesszük gyorsan még a husainkat, és akkor útnak indulunk szépen. Még úgy is, hát igazából most lesz lassan olyan dél, meg is tudjuk itt nézni valahol, azt hiszem. Ó, még csak délelőtt 9:47 van. Battyogunk tovább szépen. És akkor útba esik majd az a falu, legalább körbenézünk. Tudunk-e, miközben craftolok még ilyen wooden spirit, mert ezzel azért lehet dobálni, és hogyha jön valami. Maximum, hogyha beesteledik, azt megnézem, hogy... Jó, stickkel csak a campfire-höz. Nem tartjuk az érkezünkbe a cuccot. Akkor kalandra fel, mindjárt iszunk egyet. Hopp! Oké. Okay. Hát amúgy én azt mondom, hogy bárcsak minden játék ilyen szinten lenne alfa stádiumába. Mert azért szerintem már mindannyian láttunk jóval rosszabbat. Főleg az ilyen survival gémeknél. De ez azért tényleg szépen meg van csinálva. Az ott benn van a föld alatt? Oké, okay. Neki ilyen kicsit ilyen szekta feelingje van.
Menjünk tovább, most itt nem beszélgetünk. Oké. Ezt az utat kell követni egyáltalán? Nem is kéne nekünk az utat követni, legyünk így keresztül a mindenhol. Ó, egy gomba, hát ezt föl nem szedjük. De felszedjük. Mert igazából eladni jó. Morel mushroom. Oké. Még feltételezem, hogy a gombák nagy része. Ez nem biztos, hogy ehető így a la natura. Nehogy úgy járjunk, mint a Alexander Supertramp, ugye? Az Út a vadonba című film. Meg hát ugye igazából is ugye élt a csávó. Nem tudom, azt láttátok amúgy ezt a filmet? Út a vadonba? És nem az animációs filmre gondolok, hanem ami az igaz történet alapján a... Csú, most nem tudom, 60-as, 70-es, 80-as évek Amerikájában. Amikor egy ilyen, nem tudom, gimnazista, vagy nem tudom milyen srác, így gondolt egyet, össze... Hú, de jó az a terület itt. Ott van egy dír. Széttépte a minden papírját, elvágta ketté az igazolványát, meg mindenféle cuccait. Beült a kocsijába, azt egy barokk pénzzel elindult át Amerikán. Mert egy elege volt már akkor az egész izéből, és akkor így beutazta lényegében. Az Amerikát így hát talpon, meg ilyen stoppolással, mert így elég hamar ugye kifogyott a benzin, aztán ott vett a kocsit, nem az volt, hogy hogy kocsikázott végig, hanem az volt, hogy ment, stoppolt, valakiket így hozzácsapódott, találkozott ilyen hippikkel, akkor egy kicsit velük kajált, akkor ment tovább, és akkor mindig találkozott ilyen kis csoportokkal, és akkor elment aztán ilyen erdőbe, azt ott próbált meg élni. Egész jó film, legalább jó, mondjuk régen láttam, de akkor, amikor láttam, akkor tetszett. Hát ilyen road movie kategória. Oké, és ez tényleg ilyen mocsaras rész amúgy. Visszatérve a játékra. És akkor elvileg ez a sambor, ez valami vadász, ha jól tudom. Vagy ha jól értettem. Ott is egy, hát lehet, hogy nem majd azt izény, mert lehet, hogy ő tanítja meg, mert ilyet még nem tudom csinálni egyelőre. Amúgy valaki játszott közületek a Kingdom Come Deliverance-on? Az is az ilyen középkori RPG játék, ugyanilyen belső nézetes. Van egy sztoria, és akkor lehet benne kolbászolni. Oké, a csávó az nem itt van. Az bent van az erdőben. Sétálom. Ó. Oh. Barry. Mondd Rippy Barry. Hopp! Oké, okay. Majdnem eltaláltam. Hey, állj meg, Sambor! Azt mondja, hogy mit akarsz? Bemutatkozunk neki. Megmondjuk neki, hogy a Jordannak a fia vagyunk. Vagy a vizé a unokája, vagy mi a fasz. Mondja, hogy milyen nagy idék voltak, és beszélünk a farkasokról. Ezért két ilyen falka van, és túl gyorsan növekednek, úgymond. Azt mondja, az egyik, az egy nagy területen, vagy ilyen síkságon van, Harnika és Bosztiva között.
mert nagyobb ilyen vadász társaság kéne ahhoz, hogy ugye a két izét ki értsük, ha jól értem. Jó, és akkor szólni kell az ottani emberkéknek, hogy figyeljenek ugye a parasztok, és hát az emberkék, a falubeliek, hogy arra fele portyázhatnak ezek a farkasok, úgyhogy annyira ne menjenek el szedni málnát. Azt mondja, ezt a kis tavat, ezt én megnézem magamnak. És akkor ez a térkép szín. Oké. Okay. És ezt az utat követjük, és akkor mindjárt. Mindjárt itt lesz. Tehát a pályának a kidolgozása az tényleg szép munka. Nem egy összehányt dologról van szó. Ez is szépen így ide van téve. De meg itt az erdőben azért előveszem ezt. Nem ám a tényleg el kell menteni, mert itt kikressen a játék. Na mondjuk autószép volt, amit láttam. Nem játszottál vele? Az is... majd egyszer lehet, hogy amúgy itt... elég nehéz amúgy maga a játék. Egy jó kis története van. Igazából egy ilyen parasztfiúnak a... parasztfiúnak úgymond az ilyen felemelkedése, hogy hogyan lesz ilyen lovag. Szóval nem ennyire realisztikus, mint az akkor idővel, de ugye nem lehetett egy parasztfiúból lovag. És ilyen külön ilyen harcrendszere van. Ilyen tényleg így vívni kell benne. Szóval nem az, hogy odamész, azt nagyon csapkodod az ellenfelet. Ó, és egy butterskin. Abban lehet vizünk. Meg mi ez? Koif, az egy sisa. Találtunk egy pénzt. Oké, van még valami? Ez egy kődarab. Megnézzük a... hát ízét a sityagot egyből fölveszik. Nem tudom, ennek van ilyen védelmi érték. Aha, heat protection, cold protection. Nice! Akkor most van sityagunk. És itt van az a kis tavacska. Nagyon nagy tér, az egy ilyen open world játék, középkor, ilyen 1400-as, nem tudom hányos években játszódik, ha jól emlékszed. Open world, és ilyen tényleg nagyon részletesen van minden megcsinálva, abban is így lehet kajálni, meg ilyenek. De inkább ilyen hardcore RPG kategória. De majd egyszer lehet, hogy megmutatom, mert miért nem. És ott is ilyen, annak ellenére, hogy RPG, ilyen nagyon sok mindent lehet csinálni. Emlékszek, van valami külön játék a kocsmába. Azt hiszem valami kocka játék. Hopp, ott ment egy dolog. Külön kocka játék van a játékon belül, meg ilyenek. Hey! Hey! Ez az, még jó, hogy beragadt. Szegény nyuszi. Na várjunk. Fel... izéljük. Kaptunk szört belőle, meg húst. Ott a másik. Meg kéne tanulnom ezzel jól dobni. Hú, ezt nagyon eldobtam bele. Azt meg se fogom találni. Hopp! Mi a fene? Mellé dobtam. Azt hittem beledobtam és benyelte. Állj meg, nyúl! És
És ugye hasonló stílusa van a grafikának, csak ott jobban ki van dolgozva, ott elképesztő, hogy meg van csinálva az a középkori terület, de tényleg, ha valaki szereti ezt a középkoros feelinget, ami nem, ja és ugye nem ilyen varázslós, meg nem sárkányos, meg ilyenek, hanem ilyen forrealisztikus az egész. Jó, megyünk vissza, nem tudom, eltűnt a nyúl. És erre a... Oké, ugye kaján... Ja, tényleg kaján igen. Oké, hát nem mushroomot, azt nem eszünk. Hú, 20% hogy mérgezést kapunk, hát azt nem akarom. Majd eszünk húst, meg itt van a szárított. Elmegyünk, megtöltjük a water skinbe. Nincs víz, 4 ivásnyi vizet lehet tölteni. Béle. Ja, az is menő játék amúgy. Kingdom Come. Viszunk belőle, és akkor... Equip. Az ötös. Ne várjunk, ez nem. Nem a simple sack, hanem ötös. Aja. Oké, megtöltöttük. Megtöltöttük. Videókat, amit közvetítesz, vissza lehet nézni? Igen. Annyi, hogy ilyen 17 napig lehet visszanézni. Mert régen úgy csináltam, hogy visszatöltöttem, ugye, mert ugye van YouTube csatornám. Ott... hát ott is streamelgetek, most ugye ott ráálltam arra, hogy vagy azt, hogy videótesztet csinálok, ilyen kisebb vagy nem ismertebb játékokból, vagy az általam nagyon szeretett játékokból. Meg ilyen végigjátszásokat. De egy-kettőt amúgy lehet, hogy áttöltök, amit úgy gondolok, hogy nem tudom, így jól sikerült, vagy ilyesmi. Oké, és akkor itt átmegyünk a hidon. Majd csekkold le, hogyha gondolod. Itt a... ha rákattintasz itt a nevemnél, és ott a névjegynél, azt hiszem ott van a Discordnak a cucca, ott ugye előre meg lehet tudni, hogy tudom én most este streamelgetek, és milyen játékból, ott lehet ugye beszélgetni, meg sok minden van ott. Meg ugye megvan a leírásban ott a névjegynél a YouTube-nak a linkje. Ez szuper, csak reggel meló. Ja. Az... hát igen. Ja, úgyhogy vissza lehet nézni a rövidet. Mert ugye most úgy van, hogy ha jól emlékszek, hogyha elérem azt ugye, hogy fix 3 ember ugye néz állandóan, ilyen statisztikát vezet ugye a Twitch, meg 50 követőm lesz, akkor ugye átlépek valami nem tudom milyen rangba, és akkor már lehet, hogy tovább menti el ezeket a livestreameket a Twitch. De így alapból ugye 17 napig, és 17 nap után ugye törlődnek innen a livestreamet. Na de közben visszaérkeztünk a faluba, és akkor megmondjuk ennek a Onigosznak, hogy vigyázzanak, mert itt a környéken lehet farkasok van. Ott egy kis sibe. Kis csibét azt lehet venni, bocsánat. Lehet venni, ezen Gosling. Goose. Na abban, hogy a kis csibe az a Gosling, és akkor van a Ryan Gosling. Ez akkor valami csibe nevű ember. Hát te mini Olga, mini. Annál ki se írja, hogy hány éves. Az még nem dolgozhat.
Itt amúgy egy csomó embert azt hiszem rávehetünk, hogy ne lózzanak. Oké, okay, még alfa a játék. Oké, okay, azt mondja, hogy egyedül mászkált a fák között. Kostábia és Danica között, vagy Danica mind a kettőnél várhatóak hamarosan ilyen farkas támadások. Oké, oké, oké. Adott nekünk cuccot. Mit csináljunk? Mit csinálsz? Jó, megvédi ezt a Gostóvia helyet. És szükségünk van rád, hogy Danicát is felkészítsük. Menjünk és beszéljünk Dagobert-tel. Hát beszéljünk Dagobert bácsival. Vagy nem? De már, talk to Dagobert. De hát a Dagobert az itt mászkált az elején. Még mondtam is. Na itt most furán ülnek az emberek, de ez még az alfa. Elmentjük a játékon. Meg van még egy játék egyébként, amit majd be akarok mutatni, mert az is számomra ilyen élvezetes volt. Valami Cerfeus Protocol. Ilyen full ismeretlen játék. Az meg egy ilyen, hát stratégiai játék, de zombik ellen. És így ki kell építeni a védelmet, ilyen katonákkal, meg el kell foglalni a területet, és ugye minél több civilt megfertőznek, ugye annál több zombi lesz. Ilyen tök érdekes. Jó, hát az is egy ilyen nagyon indie játék, igen, eldúl. Azt mondja, van nekünk húsunk egy darab, de nem baj, azt az egyet is meg. Roston sütés meg lesz. Oké. Okay. És most megy le a... Hát még csak este fél hét van. Danicával. Megnézzük a nyúlcsapdát. Látom, az hatásos. Begyűjtjük a nyulat. Hát még egyet talán el tud fogni, aztán széttörik az a kettőt is. Hát reggelre amúgy majd nyugis melót. Meg egy kitartást a melóba. Megsütjük ezt a húst, ezeket meg is esszük. Oké. Okay. És akkor lehet, hogy éjszaka elindult. Nem tudom, mennyit látnánk éjszaka. Az az igazság. És most, hogy így közel vagyunk a folyóhoz, iszunk egyet, és nem tudom, elinduljak éjszaka Danicába, beszélni Dagobert-tel, vagy aludjunk egyet. Nem tudom, hogy itt az erdőn át ugye mennyire jöhetnek a ilyen vadak éjszaka. Ó, hogy közben én tudok ilyen dolgokat csinálni. Kocsmát. Szövő dolgot, kovács műhely. Igen, mert ugye ez olyan survival játék, ugye, ahol tényleg embereink lesznek. És akkor lesz saját kovácsunk, meg ilyenek. Hát ilyen farming fieldet, hát az... Ez nagyon jól néz ki amúgy, hogy ott benne ég így a tűz, és ott az árnyéka. Nem tudom, hogy hova... Lehet, hogy ezt majd... Bár mondjuk lehet, hogy most kéne ugye megcsinálni. Mondjuk ide. Nem tudom ez amúgy milyen... Oké. Okay. Még csinálunk egy ekkora földet. Hidden Crop Cultivation. Aha, hogy erre már adót fizetünk. Arra sem megeszi őket.
Ó, kell hozzá, ugye. Ja, de ez az, hogy ugye most hiába raktam le. Nem is az, hogy a kapát, az, hogy meg, vagy a gerebnyét, hogy mi az. Ezt meg tudom csinálni. De ugye nincsenek ilyen... Azt mondja, hogy berakjuk a hatosba. Na majd megműveljük. És ugye, aha, ilyen bug of seed. Lehet, hogy akkor nem indulok útnak, hanem azt csinálom, hogy bemegyek a faluba, és megnézem, hogy valakinél, bár mondjuk azt mondta, hogy minél előbb menjek izélni az embergét, figyelmeztetni a másik falut, de én eljövök és veszek, ha tudok, valami szídet, vagyis ilyen magokat, amit el tudok ültetni. Vagy amíg távol vagyok, az addig nődögi. Valahol ez a... Ja, az a küldiadó. Ildefonza. Nem ez a... Ja, várja, annál lehet venni. Melyik a másik ez? Mit adsz el? Ó! Magok. Répa. Az jónak tűnik. Eszünk... Hát jó... Árba adja, de nem baj, megvettük. És ez nem kell valami bug, mert ott valami bugot ízni. Carrot seed. Jó. Elültetjük. Mindenki csendben figyeli az eseményeket. Ez mi ez a hang? Valami lehet, hogy bebuggol. Ugye visszaérünk, aztán elmentjük. Kilépek a főmenübe, aztán vissza. Úgyhogy ezt elrakjuk. Elmentjük. Ez egy bug lesz, nem szabadulsz tőle. Hát remélem, hogy egy ilyen load. Neked se tűnik el? De hogyha loadolok, akkor sem. Load game! Nem. Akkor ez valami... Ez amúgy olyan hang, mintha a fákja valahogy így égne, vagy rongálódna. Mondjuk azt láttam, hogy ugye azért update-elgetik a játékot, meg hogy elég felkapott lett, szóval valószínűleg nem fog eltűnni a sűjesztőbe. Legalábbis nagyon remélem. Remélem most nem fagyott le. De fagytál te a játék? Hát jó, az alfa állapotnak az átka. Lehet, hogy csinálok egy... Mert most bebangoldó, hogy az hihetetlen. Bezárjuk. Adok egy ilyen képet nektek.
Gyorsan visszatölti. Három mentést töröltem, úgy sem tűnt el. Aha. Ja, akkor ez valami fura bug. Most nekem meg ugye Alt F4, ez nem kellett a játékot, mert nem, az Alt Tab sem működött. Nem adta át ugye a secondary monitorra kép, vagy az egeret. Na most. Reméljük most betölti. És így rossz helyen mentettem el érteni. Enne egy játék, ami tetszik, és ilyen survival cucc. De az meg nem működik rendesen. Na várjatok. Lehet, hogy tovább kéne, mert ugye meg izét nem ad ki hiba üzenetet. Lehet, hogy csak várni kéne. Mert a feladatkezelőben is ugye azt írja, hogy nem az van, hogy nem válaszol, vagy ilyesmi. Várunk egy kicsit, lehet, hogy eltölti kézik magába. És te meddig jutottál amúgy? Van már ilyen saját emberkéd, aki mondjuk mit tudom, vadászik, vagy kapál, vagy ilyesmi? Meg megpróbálom betölteni. Megpróbálom betölteni. Az ezelőtti mentést. Ez lehet, hogy sikerül. Meg akartam, nem megy az angol és sokat kell beszélgetni. Ja, értem. Hát majd itt akkor, hogyha sikerül betölteni, akkor majd itt azért kisilabizálgatjuk. Akkor nézzük az előtti mentést. Remélem, az sikerül betöltenie. Lehet, hogy ez a hangbug. Neked volt ilyen, hogy nem sikerült betöltenie a játékot? Hogy így rányomtál a load game-re, és ugyanígy a finalizationnél így megállt. Pedig ezzel még úgy játszottam volna tovább, mint az állat. A fene egye meg. Hát sok ötletem nincsen amúgy. Ismét csapatunk egy Alt F4-et. Nálad nem volt ilyen. Oké. Okay. Most megpróbálom azt, hogy áttánítom, nem full screenre. Az itt már itt is lefogy. Nem full screenre, hanem áttánítom borderlessre. Hát, ha az segít. Mert eddig ugye bár mondjuk eddig nem is nagyon töltöttem be. Continue. Oké, okay, és akkor nyomunk egy continue-t, hát ha most ez segít a dolgokon. Aztán, hogyha nem segítessem, akkor hát sok ötletem nincsen, hogy mit lehetne vitézkedni ezzel. Hogy van-e esetleg erre valami megoldás, hogy ennél a pontnál, hogyha load game-elek, akkor miért nem tölti be. Oké, okay, hát ez most sem tölti be. Adunk egy ilyen képet, és
gyorsan megpróbálok utána keresni, hogy vajon van-e erre valami megoldás. Mert ez így azt mondja, hogy lehet, hogy a egy pillanat. Megnézzük, mi van akkor, hogyha kikapcsolom a vírus védelmet. Mert lehet, hogy az a ludas, fene tudja. Visszaadjuk a képet. Aztán, hogyha így sem működik, akkor hát vagy lelövöm, vagy esetleg valami más játék, nem tudom, hogy van-e, ami érdekelne titeket. Mert mondjuk így is már este 10 óra, gondolom sokan nem akarnak annyira sokáig fent maradni. De nézzük, hogy így működik-e, mert ki tudja. Mert ugye volt olyan, hogy az a fránya vírusírtó megakadályozta a dolgokat. Hát ez úgy néz ki, hogy nem ez a baja. Úgyhogy, hát ezt nagyon sajnálom, hogy ez ilyen. És nem is nagyon találtam rá konkrétan ilyen fix dolgokat. Még annyit tudok csinálni, hogy megnézzük esetleg, hogy van-e valami, amit, hát, amit telepíteni kéne. De egyelőre sok dolgot azt nem találok. Úgyhogy szerintem most itt lelövöm akkor ezt a streamet, és lehet, hogy hamarosan visszatérek valami játékkal, addig hozatok üdítőt, szendvicset, meg ilyenek. Aztán hát lehet, hogy egy War Thunder lesz egy kicsit az AMCSI oldalon, hogyha játszanak ilyenkor még azzal, ilyen későn. Vagy nem tudom, de mindjárt akkor visszajövök. Hogyha esetleg valaki nem térne vissza, akkor annak köszönöm, hogy itt volt, és annak jó éjszakát. És majd nézzétek meg ugye ott a névjegynél a cuccokat, ugye a Discord linket, a YouTube linket, és hamarosan akkor visszajövök egy olyan 5-10 percen belül, szerintem. De addig is mindenkinek minden jót, és sziasztok!